A mai gyerekek már alig ha ijednek meg a mumustól, ezért minden következmény nélkül műsorra lehet tűzni egy musicalt a mumusokról, pláne ha egy befutott darabról van szó, amely remek zenékkel, gyönyörű színes kosztümökkel vonza a színházba a közönséget, kicsiket és nagyokat egyaránt, mert ahogy az alkotók mondják, valamennyi korosztály remekül szórakozhat ezen a pályos mesén. Mai mese annyiban különbözik alapvetően nyilván, hogy a tavalyi a Hamupipőke az egy klasszikus mese feldolgozása volt, ez pedig egy teljesen 20. századi mese, Bornai Tibor a Kft. Együttes Göndör tagja, a dalok, dalszövegek és a zenék szerzője, és Rákos Péter írta magát a mese sztoriát. Tehát az ő kettejük munkája ez a darab, a Mumus, és magát a zenét is a Kft. Együttes játszotta fel, tehát tulajdonképpen részesei az előadásnak, ha úgy akarom. A rendezés, ha most már beszélhetek, most már kicsit merek halkan beszélni ilyesmiről, mert jó pár most már van tényleg a hátam mögött. Nagyon sokféle dologból tevődik össze. Kezded ott, hogy kiválasztod a darabot, jó esetben van közöd ahhoz, hogy mit fogsz rendezni, vagy legalábbis van beleszólásod. Akkor a szereposztást mire megcsinálod, kitalálod, egyezkedsz, alkudozol, de mi lenne, ha ő, de ő szabad-e, akkor még mindig nincs semmi, akkor van egy tervező, akivel megpróbálsz elindulni, hogy mégis milyen legyen a képi nyelve az előadásnak, az is még csak tervezgetés, még akkor tulajdonképpen még mindig csak a jelmezt meg a díszlettervezőt indítottad el, még te magad igazából nem gondolkodtál, mert amíg nem látod magad előtt a díszletet, jelmezt, addig nem tudod megtervezni magát az előadást. Se a stílusát, se a nyelvezetét, se a manuálisan, hogy ki, mikor, hol jön be, hova megy. És akkor még messze vagyunk attól, hogy eszmei mondani való, hogy instrukció a színésznek, hogy pedagógiailag hogy viszed végig, hogy tervezed meg a próba folyamatot, hogy mikor, melyik ponton, hol kell tartani. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok rétű és rettentő izgalmas dolog. Nagyon szeretem.